is rosszul aludtam, de szerintem... Szerintem megfáztam. És azért. De ne, lehet, hogy... pályán még vagy éjszaka? Hát szerintem még a pályán. Lehet, hogy lázom is van, nem tudom. Jó. Nem érzem valamit túl jól. David már ugye éjszaka is felébredt, én arra felébredtem, hogy ő kijött, már akkor is mondta, meg így vacogott, hogy nagyon fázik, szerinte lázas. De nyilván ez nem lett jobb reggelre, eléggé ijesztő volt, hogy tényleg látott rajta, hogy nagyon nincsen jól. Sorry David, but we have to take you to the hospital. The temperature keeps coming up. Csak jöttünk megnézni, hogy megkérdeztem, hogy érzed magad? Hogy vagy? Hát nem a legjobban. Kaptam reggel egy gyógyszert, kicsit jobb volt, de most megint rosszul érzem magam. David, let's go. Let's go to the hospital now. All right. Jó, amikor közelték, hogy jó, akkor irány a kórház, az azért szerintem mindenkit egy kicsit letaglózott. Most ugye jelenleg semmit nem tudunk még róla. Tényleg remélem, hogy pár nap alatt átmegy rajta. Nem tudom, hogy mit mondanak neki, de semmiképpen szerintem nem kéne játszania. Viszont akkor milyen jó lenne, ha a villába várnánk őt. Az nagyon. Úgyhogy már csak azért is. Kemény lesz nagyon nélküle, de szerintem meg tudjuk csinálni amúgy. Várjuk még azért meg, hogy mit mondanak. Ja, de hát az egészség az első úgyis, úgyhogy igen, szerintem persze. Így ne. Nagyon. Hát jó. Újabb kihívás. Igen. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.